Nemzeti válságtanács összehívására kéri Novák Katalin Gyöngyösi Márton. A Jobbik elnöke szerint a pártoknak a dolgozói érdekképviseletek bevonásával kell megoldást keresniük a válságra, mivel a kormány nem tud azzal mit kezdeni. A stúdióban Gyöngyösi Márton. Jó estét kívánok! A Jobbik újonnan megválasztott elnökének, azért még ez belefér ez a titulus. Miért nem arra kéri Novák Katalint első körben, hogy ne írja alá a KATA módosítást? Mert azt már tegnap délelőtt a Jobbik másik többi képviselője megtette, amikor a Sándor Palota előtt egy sajtótájékoztatót tartott, és követelte azt, hogy ne írja alá. Ezt ugye mindenki követeli. Mégis miért? Reménykedhetnek abban, hogy Novák Katalin, miközben korábban azzal kritizálták, hogy hát, hogy nyilván a Fideszből jött, akkor mindig a kormánynak megfelelő döntéseket fog hozni, most máshogy döntene? Novák Katalin, amikor elfoglalta a hivatali székét, akkor azt mondta, hogy azok felé is bizonyítani akar, akikben még talán nincs meg iránta kellő bizalom. Itt a lehetőség. Amikor ezt a sajtóközleményt olvastam erről a Nemzeti Válságtanács összehívásról, akkor felrém lett 2008. Szerintem önnek is megvan, hogy mire gondolok. Igen. Megvan? Nem tudom, hogy pontosan mire gondol, de... Nemzeti csúcs. Ugye, amikor kirobbant a gazdasági válság, akkor Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnökként még összehívott egy nemzeti csúcsot. Elemzők szerint akkor azért, hogy szétterítse a felelősséget, igazából érdemben nem sikerült konszenzusra jutni, akkor azzal hárították el az akkori jobboldali ellenzéki pártok ezt, hogy hát ez a kormány dolga. Mi értelme van egy ilyen kezdeményezésnek? Én múlt héten tartottam egy sajtótájékoztatót, az országgyűlésnek a frakcióval rendelkező pártjait invitáltam egy közös tanácskozásra a mai napra, tehát ma délelőttre, és pár nappal ezelőtt Kocsis Mátétól és Simicskó István frakcióvezető uraktól, Fidesz-KDNP, kaptam egy végtelenül cinikus és arrogáns választ, amelyben mindenféle ilyen közös konzultációt az blöffnek neveztek, és még két nappal ezelőtt azzal támadtak, hogy én a rezsicsökkentésnek az eredményeit veszélyeztetem, és adót akarok növelni, meg akarok szorítani, és hát ez teljesen hallatlan, ők ilyen blöffben nem akarnak, meg ilyen színjátékban részt venni. Ehhez képest már a kormány végezte ki a rezsicsökkentésnek a vívmányait, lehetetlenítette el a hatásokat, és jól látható az, hogy a kormány nem tud mit kezdeni ezzel a problémával. Én arra tettem egy javaslatot, ami egyébként a Magyarországon kívüli világban teljesen elfogadott és ismert, az európai politikai kultúrában teljesen bevett szokás, hogy kormánypártok és az ellenzék az nemzeti ügyekben leül és konzultál egymással, ismertetik egymással a válsággal kapcsolatos elgondolásaikat. Az elmúlt évtizedben azért ön is itt élt. Nyilván egy részét Brüsszelben tölti az idejének, de azért látja, hogy mi zajlik itthon. Igen, de először a 12 éves kormányzása alatt, 12 év után először kellene a Fidesznek valóban kormányoznia. Olyanra még nem volt, ugye 12 éves konjunktúra jellemezte a Fidesznek a hivatalban lévő idejének egy nagyon nagy részét. Most először van olyan helyzet, ahol úgy látom, hogy a Fidesz nem tud mit kezdeni a kormányzással és a kormányzás felelősségével. Másik oldalról viszont pont sokan arra hívják fel a figyelmet, hogy éppen most fogadja el a kormány azt, hogy hát bekopogott a valóság, és elfogadja azt, hogy például a rezsicsökkentés nem fenntartható, olyan döntéseket hoz meg, nyilván nem a kormány, de azért együttműködve a kormánnyal, mondjuk a kamatemelést, a jegybank, tehát hogy látja, hogy probléma van. Szerintem nem látja. Hát Nagy Mártont, meg Matolcsik Györgyöt, hogyha hallgatja az ember, arról, tehát az inflációt azt tagadják, mint ha infláció nem is létezne. Van, csak háborús. Igen. És ők már a recesszió ellen küzdenek. Most könyörgöm, még mindig gazdasági növekedés jellemzi a magyar gazdaságot, és munkaerő hiány van, nem munkanélküliség. A recessziónak meg pont az a jellemzője. Ők recesszióról beszélnek, na most recesszió akkor lesz, hogyha az inflációval nem kezd valamit a kormányzat. Ehhez pedig a problémával szembesülni kellene, leülni és megnézni azt, hogy mit lehetne tenni egy ilyen helyzetben. A kormány, tehát bezuhant az árfolyam, az infláció az elszabadult, az Európai Uniótól a forrásokat a kormányzat nem tudja lehívni, mert a bizalmat könnyebb lerombolni, mint felépíteni, tehát ez még hosszú-hosszú hónapoknak az erőfeszítései kellenek majd ahhoz, hogy az Európai Uniótól esetleg megérkezzenek ezek a források, és az elmúlt két napban hozott két olyan intézkedést, amely a családoknak a százezreit lehetetlenítette el, a KATA törvény és a rezsicsökkentés. Igen, de ugye azt mindannyian tudjuk, még hogyha a családok ezt talán ezeket az összefüggéseket nem is annyira világosan látták, hogy ahogy váltak el a rezsicsökkentett árak a piaci áraktól, egyre többet a költségvetésből kellett pótolni, hát az is a mi pénzünk. Hát és ha már költségvetés, most készül a kormányzat elfogadni egy olyan költségvetést, amely már most láthatóan minden sarok számában recseg, ropog. Olyan inflációs rátával számol a kormányzat, olyan árfolyammal számol, olyan bevételekkel és olyan kiadásokkal, amelyek nem reálisak. Na pont tehát... a kiadáscsökkentést akarják ezzel a rezsicsökkentés módosítással egy picit helyrehozni. Hát elég rosszul. Tehát pontot szorítanak meg, ahol nem kellene, nem a magyar családokon kellene sporolni. Én nagyon szeretném azt, és Novák Katalinhoz is azért fordultunk ebben a helyzetben, mert úgy látszik, hogy a magyar parlamentarizmus az teljesen ki van üresítve és meg van gyalázva a kormánypártok révén, hogy még egy ilyen helyzetben sem képesek felnőni a feladathoz és az ellenzékkel konstruktív dialógust folytatni. Novák Katalin az egyetlen olyan személy, aki egy ilyen nemzeti válságtanácsot létre tud hívni, mint a nemzet egységét megtestesítő köztársasági elnök. Annál egy picit részletesebb programja van a Jobbiknak, hogy ne a magyar családokon spóroljon a kormány, kifejezetten ebben a rezsiügyben. Természetesen, és ezt nagyon szeretném a nyilvánosság elé tárni, miután létrejön egy olyan egyeztető fórum, ahol megismerhetjük mindenkinek a véleményét. Szeretnénk, hogyha az ellenzéki pártok, kormánypártok... Van. Akkor itt a lehetőség, tárja a nyilvánosság elé. Nagyon kedves, szeretném ezt megtenni egy olyan fórumon, ahol ez valóban elbeszélhető. Elveti annak a gyanúját, hogy nincs. Nézze, egy héttel ezelőtt kezdeményeztem ezt az összejövetet, és az elmúlt egy hétben semmi más nem csináltam, mint a javaslatunkat előkészítettem arra, hogy az országgyűlésben a kormánypárt és ellenzéki pártok közötti tanácskozáson elmondjam azt, hogy milyen javaslataink vannak. Van, de ezt szeretnénk a megfelelő fórumokon Na jó, de a magyar családok vélelméről van szó, akkor mondjuk ez egy olyan fórum, hol a magyar családokhoz eljut. Hát nézze, egy valami biztos, hogy a katásokat, tehát meg azokat, akik még ebben az országban vállalkozni szeretnének, és a saját lábukon szeretnének állni, és boldogulni szeretnének, önálló egzisztenciát teremtenek, és mondjuk nem az államcsecsén lógnak, őket a kiszámíthatóság érdekli. Most az, hogy egy nap alatt sikerült a katásokat teljes mértékben kivéreztetni, ez egy nagyon-nagyon rossz jelzés. Nekünk ezzel kapcsolatban az lett volna a javaslatunk, hogyha bármiféle problémája van a kormánynak a katával, akkor azt ismertesse meg a közvéleménnyel. Fél évig, vagy akár egy év alatt tárgyaljuk meg, hogy hogyan lehetne a katában esetleg meglévő problémákat, amiket a kormányzat problémaként definiál, akkor azt mutassa be, és nézzük meg, hogy hogyan lehet kiszámítható módon a vállalkozók számára egyfajta adózási módszert javasolni, ami pedig a rezsicsökkentést illeti. Még egészen a közelmúltig azzal vádoltak bennünket, hogy az ellenzék akarja a rezsicsökkenést visszavágni, és a rezsiharcotban valami akadályt gördíteni elé. Kocsis Máté még 2 nappal ezelőtt is engem ezzel vádolt. Erre meg ma ők végezték ki. Mi azt mondjuk, hogy ne csak a gáz, hanem az áram tekintetében is a nagycsaládosoknak, akik gyermekeket tartanak el, számítsák bele azt, hogy hány gyermeket tart el egy család, és ennek megfelelően ne csak a gáz, hanem a gázáram vonatkozásában is jusson, vagy juthassanak rezsicsökkentéshez a családok, illetve hogy a kisvállalkozások is igénybe tudják venni ezt a rezsicsökkentést. Jó, akkor most kiderült 2 részlet, köszönöm szépen, hogy itt volt, egy rövid reklámtán folytatjuk.